Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Visszatér ő hozzád, ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, visszatér hozzád. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 9000 forint. És most megnézzük az ő gondolatait. Ez itt látható felül, ennél a három kártyánál. Itt megvan köztetek a szerelem. És ő ennek tudatában van, hiszen a kép utal az ő gondolataira. De itt még megjelenik a felhő, ami azt jelenti, ebben a szerelemben valami még átláthatatlan. De hamarosan kisüt a napsugár, hiszen itt látható a napképe, tehát nyíltan beszél érzelmekről, a nap jelenti a vonzó erőt kettőtök között, vagy ha voltak hamisságok a háttérben, akkor a nap azt jelenti, itt kiderül az igazság. Amit a nap még jelent, a nyári hónapokat, és itt ebben az időszakban lesznek a változások. Ha ez a férfi az, akire te vársz, akkor itt megjelenik ezen a képen. Ha te vagy egy férfi, és itt egy nőről van szó, akkor ez a kép azt jelenti, te állsz itt a középpontban. De a hölgyeknél ez a kártya azt közli, hogy ez a férfi olyan magabiztos. Ő áll itt a középpontban. Minden úgy lesz, ahogy ő akarja. Hiszen az ő kezében van ez a kulcs. És az utal az ő magabiztonságára, erre a fellépésre. Azon kívül ő a kezébe veszi ezt a kulcsot, és használni fogja. Itt lezár valamit, hiszen ezzel a kulccsal be lehet zárni ezt az ajtót. Szimbolikusan utalhat az ő zárkózottságára is. Ezt a kulcsot, amikor a kezébe veszi, és használni fogja, itt kinyílhat egy ajtó kettőtök között. Ezek a lehetőségek. Vagy az is lehet, hogy ő arra vár, hogy te kopogtass az ajtaján, te gyere vissza, és akkor kinyílik számodra ez az ajtó, hiszen vár arra, hogy jelentkezz nála, meglátogasd őt. Szimbolikusan ez a nyitott ajtó jelentheti a nyitottságát, vagy a te nyitottságodat is. Itt tisztázódik valami, hiszen ez a virág jelenti a tisztaságot, az ártatlanságot. De a Le Nomard kártyánál ez a virág szimbolizálja a testi kapcsolatot is. Tehát ő nyitott erre. És most megnézzük a te gondolataidat. Az itt felül látható, ez a három kép utal erre. Ha te egy hölgy vagy, akkor te állsz itt a középpontban. Előtted látható ez a park, ami utalhat a természetre, de a nyilvánosságra is. Ha te fellépsz a nyilvánosságon, akkor előfordulhat az, hogy találkoztok. Úgy véletlenül találkoztok. És ez a találkozás szerencsét hoz. De te és ez a park azt is jelentheti, hogy te szeretnéd azt, ha vele együtt megjelennél a nyilvánosságon, mert akkor te boldog vagy, és itt van ez a szerencse kártya, hogy ez a terv megvalósul. És most megnézzük az érzelmeidet, ami itt alul látható. A ravasz róka jelentheti azt, hogy ő a múltban megsértett téged. Az is lehet, hogy hazudott neked, és így most nehéz őt visszafogadni.
Ez a ravasz róka, ami jelenti a hamisságokat, lehet egy más személy is a környezetében, amire te rájöttél, hogy rossz befolyás alatt áll. És emiatt mindketten fogva érzitek magatokat ebben a toronyban. Ez olyan, mint egy labirintus, itt kell egy kiút, kell egy megoldás. Ez a torony jelenthet hivatalos dolgokat, bírósági ügyeket, vagy korlátozásokat is. De miután itt megjelenik a szerencse, és tisztázódik köztetek valami, amire ő nyitott, és kiderül az igazság, akkor javulni fog a helyzet, és akkor jelenti ez a medve azt, hogy megvan az erőtök ahhoz, a belső erő is, a hit is, hogy legyen egy új kezdet. A következő kérdés visszatér hozzád, erre megadja a választ itt ez a kártya. Itt rohan ez a cica, és az azt jelenti, hogy most előre mennek az események. Azt is jelentheti, hogy ő azt elvárja tőled, hogy te fuss utána. De kérlek, ezt ne tedd meg. Akkor is, ha idő kérdése, az a fontos, hogy ő közeledjen hozzád. Vagy bízz a sors utatban, hogy itt lesz egy véletlen találkozás, ez jelentheti akkor az új kezdetet is, tehát legyen meg nálad ez a hit. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.